Üdvözlök mindenkit a csatornámon. Boxi vagyok. Ez a csatorna már lassan 5 éves, és mindent megmutattam lényegében, amik érdekel, amit szoktam csinálgatni, sütni, főzni, barkács, mit tudom én. Zenei mixek, minden, ami szép és jó. Egy valamiről viszont még eddig nem beszéltem, és amit most szeretnék pótolni. Ugye az köztudott, hogy én Németországban élek. Élünk úgymond a családommal már 10 éve. Még emlékszem, hogy a 4. születésnapomat itt töltöttem kint, még akkor a család nélkül. Hát az nem volt jó. Hát abban az időben még nem volt mobil internet. Úgyhogy csak telefonon tudtam beszélni a családdal. De nem volt egy kellemes. De most már minden megváltozott a mobil internet irányába. Úgyhogy visszatérve akkor erről szeretnék pár szót mondani. Néhány motiváló szót, hogy mégis én mit éltem át, milyen tanácsokat tudnék adni azoknak az emberkéknek, akik ki szeretnének jönni Németországba egyedül, vagy családdal. Úgyhogy, mint említettem, már 10 éve kint vagyunk. Tudok adni pár jó tanácsot úgymond azoknak az embereknek, akik már tényleg elegünk van Magyarországból vagy más országokból, és ide úgymond Európa legerősebb gazdasági államába, Németországban. Ausztriát azért nem ajánlom, mert ott nagyon fontos a német nyelvtudás. Ott tényleg megkövetelik, hogy A2, B1-es szinten beszélj németül. De itt kint, Németországban, vagyis ahol én vagyok itt Baden-Württembernben, itt nem olyan fontos, nagyon sok olyan cég van, aki tényleg magyar az ügyintéző is, és tényleg magyar dolgozókat vesznek föl. A nyelv is nagyon fontos, de hát a lényegében a elszántság, az akarat, a kitartást legfontosabb, és megkövetelik a prontos, precíz munkát. Nem szabad eltűnni, nem szabad elkésni, részegenbe menni, és tényleg a munkára kell összpontosítani. És ha valaki ezt meg tudja lépni, akkor nem lesz probléma. És idővel a nyelvet is meg fogja tanulni. Azt hozzá kell tenni, hogy én se tudtam a nyelvet, egyáltalán nem tudtam. Azt hozzá kell tenni, hogy most se tudom annyira, ne állják ezt szinten. Mi rám ragadt, úgy, hogy megtanulgatom. De hát munka után, munka előtt nem sok energiája és kedve van az embernek tanulgatni. De hát a munka alatt azért meg lehet tanulni, aki akar. Olyan szinten, hogy azért nem tudják eladni. Hát milyen tanácsokat tudnék adni az emberkéknek, akik szeretnének jönni, hát gondolom. Hát attól félnek legtöbben, hogy ilyen, hogy a nyelvtudás. Aki ki szeretne jönni, azt gondolom nem 20-25 éves emberke, hanem ilyen 35-40 év közöttiek. És ők meg még úgymond nem tanulták a németet, mint a mostani korosztály. Most már a sulikban, főiskolán, egyetemeken, mit tudom én, általános iskolákban már az angol és a németet azt már tanulják. Még az én időmben úgymond, meg az én korosztályomot még oroszt kellett tanulni. De lesz volt helyen is a vétel, de lejjebb, na, azért ennyi ragadt meg, mi más is. Na mindegy, viccet félretéve, hát mit tudnék tanácsolni? Hát először is, hát aki ki szeretne jönni, böngészze az internetet, és lépjen kapcsolatba egy magyar ügyintézővel, és akivel tényleg elmondja neki, hogy mit szeretne, mi a munkája, milyen képesítése, milyen végzettsége van, és ő segít. Beszélek meg egy konkrét időpontot. Hát autó, az jó, ha van. Az nagyon jó, ha van. Nekem az elején még nem volt. Mert úgymond, hát én magyar céghez jöttem ki, Kaufland. Most is ott dolgozom, majd bővebben, majd egy későbbi videóban, hogy tényleg elmesélek mindent. Ja, amit lehet, úgymond, amit majd a YouTube engedélyez. Na szóval, hát visszatérve, először is böngészze az internetet,
amikor találtál egy megfelelő munkaközvetítő céget, mondjuk ha velem felvesz a kapcsolatot, Boxi 13, vagyis az egy YouTube csatornámon ír nekem, én szívesen segítek, tudok adni pár címet, eléréseket, mert nekem már megvannak a kapcsolataim, így magyar biztosítási ügynököm van, magyar autószerelőm, sok magyar haverom, ismerősöm, barátaim, nagyon sok magyar kollégám, úgyhogy én tudok segíteni, ha tényleg nem tudsz ezt szót se. Ők segítenek, sőt én is. Szóval, először is, említettem, munkaközvetítővel vegye fel a kapcsolatot, ha megbeszélte időpontot, de akkor tényleg 100%-ból jöjjön ki, mert egy lehetőséget kap, és ha nem jön ki, mert nagyon sok emberkének úgymond szóltam, hogy jöjjön ki, mit jövök, persze, semmi probléma, itt leszek, boxikám, semmi gáz, mit tudom én, április 3-án jövök. Mindent lerendeztem, megbeszéltünk minden, és se hang, a telefonját se veszi föl, úgyhogy ez nekem ez nem volt jó, úgyhogy nagyon sok negatív dologgal találkoztam így emberkékkel kapcsolatban. Szóval lényegében, hogy mert sokacsára mondom, vegye fel a kapcsolatot, ja is pénz. Hát minimum 1000 euró. És autó, az feltétlen kell. Kivéve, ha megbeszél a munkaközvetítővel, hogy kihozzák. Következő. Én magyar cégnél dolgoztam, hát mondjuk nem magyar, hát török cégnél, Zöner. Ez egy műanyagipari cég. Műanyagraklapokat csavaroztunk. És ott azt hozzá kell tenni, mit tudom én, nem tudom most hányan lehetünk, 30-40-en, abból több mint a fele magyar volt, magyarul beszélt, és jóformán senki nem tudott németül. Mondjuk egy-két ember, aki B1-et beszélt, ő volt a lényegében a tolmácsunk. Úgyhogy aki segített nekünk elintézni a dolgokat, a főnökünk volt csak német. Ott dolgoztam, négy vagy öt évet. De az a cégre az a baj, hogy nagyon keveset fizet. Ilyen minimálbért, ilyen 8 eurós, vagy most mennyi most a minimál órabér. Hát ilyen 1200-1500 körül, vagy mit tudom én, ne lehet keresni. Vagy 1400 attól függ, két műszak van. Azt is tudom ajánlani, ez Höner, Schweigenben. Hát ugródeszkának jó volt, nekem is. Nagyjából megtanultam németül, keveset, és onnan léptem tovább. Mint a Kauflandhoz. Hát attól most dolgozom, most a csatornámon megnézhettetek egy Kaufland bulit, most raktam föl egy ilyen másfél perces kis szösszenet. Ott láthatjátok mégis, hogy mi folyik. Ott is nagyon sok magyar van, főnökeink is, mondjuk németek, de egy kettő magyar van, magyar főnök, de nagyon sok lengyel van, orosz, román, mármint mi magyarok mellett. Hát én lényegében Staplerfahrer, Abfahrer, komisszió, a magyarokkal targoncázom, viszem kapura az árut, és áruösszekészítő vagyok magyarul. Ott dolgozom már lassan 4 éve. Úgyhogy meg vagyok elégedve tényleg, ha úgy dolgozol, nem késel, nem vagy táppénzen, túlórázol, ha kell, illedelmes vagy, mit tudom, megadod a tiszteletet főnökeidnek, mégis látják, hogy hogyha dolgozni akarsz, akkor megmaradsz, nem lúgnak ki, persze ha megcsinálod a minimum 100%-ot, amit kérnek, akkor megmaradsz. De nem csak a Kaufland vonatkozik, ez a többi német cégnél is. Várt azért, hogy amit kérnek, azt meg tud oldani, meg tud csinálni. Hát nem tudom, hogy még mit tudnék ezáltal mondani. Hát utána lesznek kapcsolataid, haverjaid, barátaid, akik jobban tudnak németül. Vannak olyan munkaközvetítő cégek, akik szállást is tudnak biztosítani. Azt eleve levonják a fizetésedből, mint 300-500. 350-400 euró, attól függ mondjuk a pároddal, mert nagyon sokan a barátnőkkel jönnek ki, barátjukkal.
ők ketten azért már két fizetésben jobban élnek, és akkor idővel majd munkásszállóról úgymond el tudnak költözni úgymond magánlakásokba, a magánlakást is tudnak bérelni, ami ilyen 800 euró plusz, mit tudom én, 200 euró havonta internettel, személydíj, állam, szolgáltatás. Úgyhogy nem kell megijedni, kitartás kell, elszántság, ki kell jönni, nekem is nagyon nehéz volt itt adni az asszonyt két kisgyerekkel annó, de úgy döntöttünk, hogy ki kell jönniük nekik is, mert azért egy fizetésből két háztartást nem nagyon lehet finanszírozni. Úgyhogy egy évig egyedül dolgoztam kint, nem az előtt, nem mindegy, hosszú történet. Na mindegy, a lényeg, hogy ők is kijöttek, és jobb, mindenkinek azt ajánlom, hogy családot is hozza ki előbb-utóbb, mert a külön élés az nem a legjobb, nagyon sok házasság ment így tönkre. Hogy mit tudom én, évente háromszor négyszer járt az az ember, és előbb-utóbb azt vette észre, hogy az asszonyka lelépett, és gyűjtögette a pénzt az ember, és a száma üres volt, mert hát az asszonkának azért több kellett volna, mint havonta kétszer találkozna férjével. Egyedül volt, unatkozott, és talált magának egy olyan emberkét, aki tényleg mindig otthon és mellette. Szóval én is így döntöttem, hogy egy év után annyit összespórolgattam. Felvettem kapcsolatot egy magyar emberkével, aki tudott németül, és ő segített nekem lakást szerezni, azóta is ott lakunk. Egy 87 négyzetméteres háromszobás lakás a hatodikon, nagyváros övezetében lakunk, élünk, három autót tartunk el. Úgyhogy autó az nagyon fontos, mint említettem, most már feleségem is dolgozik már 6 éve, fiam is dolgozik már, ő most szakközépiskolába jár, a lányom még súlyba, most 10-es, ő már perfekt német, fiam perfekt angol is már, tanulják a franciát is. Úgyhogy, ja, eleje az nehéz volt, de úgyhogy aki elszánt és tényleg ki akar jönni, az ki tud jönni. És talál is munkát, ha tényleg meglépi azokat a pontokat, amit mondtam. Úgyhogy nem kell megijedni a nyelvtudástól. Úgyhogy fel a fejjel, kitartás, böngészétek az internetet is, gyertek ki, én segítek. És ha tényleg elegetek van a úrmond idézőjelben a nyomortól, mert Magyarország azért elég hadilábon áll, itt azért meg lehet keresni a magyar fizetésnek a háromszorosát. És az árak olyan szinten vannak, mint Magyarországon. Azért nem mindegy, hogy miből mennyit költesz. Na, ennyit szerettem volna. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Találkozunk egy következő boxi videóban. Ciao!